Sziasztok, ma Fannyx pályáját fogjuk ledarálni, Sir Csabusa. A cím eddig nagyon jó. Így kezdünk, két tábla szemben, üdvözöllek Csabusa, remélem tetszeni fog. Mindenki ezt reméli. Így néz ki a kezdőhely, egy egészen jól díszített szoba, kint meg zuhog az eső. Egyik oldalon szabályok, alatta három nyomólap, szemben pedig történet. Igen szokatlan megoldás. Sorban aktiváltam mindegyiket, ne üss ki blockot. Ne rakd le blockot. Ne válts át kreatív módba, ne barkácsolj. Azt nem tudom, ehhez miért kellett három nyomólap, egyszerre is ki lehetett volna írni. Jó, gonosz vagyok, tudom, már láttam a pályát, úgyhogy nagyjából azt is tudom, hogy milyen szinten áll a Restone-ilag a készítő, és hát valószínűleg nem ismeri a tárolóvot. Nem néztem bele, de szerintem minden hosszai parancsot használt. Meg nem csak ez, máson is majd érződni fog, hogy hát van még mit tanulnia. Egyébként ahhoz képest szerintem egészen megoldotta a dolgokat, tehát kicsit ilyen retro érzésünk lesz, vagy ilyen retro érzésem volt, ilyen 1.6 vagy esetleg előtte. Na de haladjunk, lássuk a történetet, sok kalandban lesz részed, de először pár próbát kell kiállnod, hogy bizonyítsd, hogy neked is megvannak a lovagi erények. Az utolsót már zölddel írta. Te egy gazdag családból származó ifjú legény vagy, nagyon szeretnél lovaggá válni, ezért mindent elkövetsz. Még akár embert is ölök. A terem másik végében van egy kezdés feliratú nyomólap, meg egy másik egy láda mellett. Kicsit elbizonytalanodtam, melyikkel kezdjem, mert a kezdés van közelebb, de mi van, hogyha az elteleportál. Úgyhogy a biztonság kedvéért belenéztem a ládába. Benne két könyv, aztán van egy felszerelés, dárda, meg lövészfegyver. Oké, gondoltam kezdjük a kezdéssel, az volt közelebb. Jött is a teleport, egy tábla mellettem. Ha valamit véletlenül otthagytál volna, és egy gomb mellette. A készítő gondolt rá, hogyha esetleg valaki elkövetné ezt a bakit, amit én. Szebb lett volna, hogyha a kezdés gömb. Még egyszer. A készítő gondolt rá, hogyha esetleg valaki elkövetné ezt a bakit, az visszamehessen. Azért szebb lett volna, hogyha a kezdés gomb utoljára jelenik meg. Ugye addig nem is lehet elmenni, amíg nem végeztem a többivel. Meg hát az is szebb lett volna, ha gombok vannak és nem nyomólapok. Nézzük meg a másik nyomólapot. Felszerelés. Oké, most már mehetünk. Teleport után felvettem a páncélokat. Van itt zárt sisak, golyóálló melvért, láncgatyó és teljesen átlagos márkájú lánccipő. Nézzük az erények könyvét, legyél segítőkész az öregekhez. Legyél bátor, győzz le egy ellenfelet a lovagi tornán. Védelmezd meg az egyházat. Ezeket az erényeket kell megtanulnod, ahhoz, hogy lovag legyen belőled. Ezeket az erényeket csak szóban kapod meg, ha azt mondja valaki, hogy megtanultad ezt az erényt, akkor fejben pipált ki. Arthur király című, üdvözöllek Csabusa, a nevem Arthur király, elmondom neked a feladatok sorrendjét. Először keresd meg Mariska nénit, másodszor menj Jancsi bácsihoz, harmadszor Ervin bácsihoz menj, üdvözletel Arthur király. Néni, bácsi, mi ez valami nyugdíjas lakópark? Oké, indulás Mariska nénihez, hát had egy kis mariskát. Egy kis lépcső lefelé, utána egy veteményes, répát nem lopni. Mellette van egy útelgazolódás, egyházi templom, falusi házak, játszótér. Gondoltam a falusi házak kellenek, utána egy tábla, út a várhoz, majd később. Az út mellett nagyon szép házak, nagyon csecse, pluszpont. Sajnos nincs rájuk írva, hogy ki hol lakik, és infót se kaptam, hogy merre keressem Mariska nénit. Úgyhogy kénytelen voltam benézni minden egyes házba. Elsőnek az út végén lévő kőépületet néztem meg, bent volt egy pap, hát ha ez templom, akkor vagy a tábla volt rossz, mert ugye ellenkező irányban mutatta, vagy kettő van ebben a városban. Volt egy kis terem ülésekkel, hát ott a falon lévő ülés az azért nem semmi, tehát így... hát egyrészt fölmászni oda, másrészt ott lógatja bele a sarkát az alatta lévő arcába. Felmásztam a létrán, kimentem a tetőre, nem volt ott semmi, hát látvány volt ott, hát semmi felvehető nem volt ott. Le a földszintre, nézzük az első házat, Ilonka néni. Szia Ilonka néni, ide költöztél? Nem te kell lesz. Következő ház, befelé menet véletlenül aktiváltam a beszélgetést,
Ervin bácsi mondja nekünk, hogy jó napot, ne nézzetek oda, ez csak a harmadik, nem ez én most, ne nézzetek oda, inkább ezt a használt zoknit nézzétek. Következő házban sikerült megtalálni Mariska nénit, azt mondja nekünk alig olvasható betűszínnel. Drága fiacskám Csabusa, azt szeretném tőled kérni, hogy segíts a malacomnak, Dakotának a szüleihez találni, mert szegény eltévedt. Akkor megkapnád az egyik lovagi erényt. Sajnos ezeket a beszélgetéseket végnyomólappal lehet elindítani, jobb lett volna, hogyha a gombhoz köti. Egyrészt úgy el tudom dönteni én, hogy mikor akarom aktiválni, másrészt úgy más mob nem tudna aktiválni. Van egy másik nyomólap a házban, amire majd a feladat után kell rálépni. Ja, és van még egy, ami a feladathoz teleportál. Szépen kiraboltam Mariska nénit, 3 disznóhús volt nála, aztán elteleportáltattam magam. Mikor aktiváltam a nyomólapot, majdnem felugrottam a székből, azt hittem a semmibe teleportál és zuhanok. De aztán megnyugodtam, hogy csak ilyen lassú a játék. Oké, vannak mellettünk malacok, meg egy kar. Ez a kar hívja Dakotát és ad répát. Van egy nyomólap, ami kiírja a feladatot, ezúttal Mariska néni olvashatóan beszél. Köszöntelek a malacolomban, segíts a pici... Mi? Ez nem megy. Segíts a pici Dakotának hazajutni. Meghúztam a kart, tényleg kaptam répát, Dakotát viszont nem láttam, úgyhogy elindultam a teremben, végignéztem a malacokat, melyik az a Dakota. A terem másik végében találtam egy gombot, akkor nyom meg, ha hazavitted a malacot. Mellette pedig Dakota mamája és papája. Feltűnt, hogy lyukas a padló, beleugrottam, sikerült az eltévedt kismalacot hazavezetted. És ekkor vettem észre, hogy ja, itt alattam egy labirintus van, amin végig kellett volna vezetni a malacot. Aha. Egyrészt nem hívta fel rá a figyelmemet, másrészt meg hát én a malacok között kerestem egy Dakotát. Visszamentem szegény páráért. Na, gyere, nem felejtettelek el, gyere csak, gyere szépen. Jó Dakota, ügyes Dakota. Nagyon becsületes voltam, tényleg szó szerint a szülei mellé behúztam őt, és csak aztán nyomtam meg a gombot. A répa nálam maradt? Há! Visszakerültem Mariska néni mellé, úgyhogy aktiváltam a feladat után nyomólapot. Köszönöm szépen, megkaptad a létsegítőkész az öregekkel erényt, jegyezd meg, hogy megkaptad. A következő Jancsi bácsi, Spuri. Mariska nénivel szemben lakik, úgyhogy nem kell messzire menni. Köszöntelek szerény hajlékomban. Azt láttam az arénában, hogy újra elkezdődtek a lovagi tornák. Szeretnéd bizonyítani, hogy milyen erős vagy? A kérdés után nyom meg a mögötted lévő gombokat, aztán kattints arra a válaszra, amelyiket te mondanád. Lehet, hogy én vagyok a lassú, de én elsőre nem igazán értettem, hogy miről van szó. Aztán utólag felfogtam egyébként, meg vissza is mentem felvétel utána a pályára is, és minden tiszta. Ha megnyomjuk a két gombot, az egyik azt írja ki, hogy elfogadom, a másik az, hogy nem. Én itt hirtelen nem tudtam, miről van szó, és egyenesen az arénába mentem, de utána, amikor visszajöttem ide a házba, megnyomtam a két gombot és láttam. Én azt hittem, hogy itt ez már mindjárt választ is jelent, úgyhogy gondoltam, hogy milyen hülyeség, hogy nem írja ki táblával, hogy melyik. Valójában nem erről van szó, hanem ez csak kiírja, és aztán még rá kell kattintanom. Ez így elsőre vagy nem esett le nekem. Hát igen, könnyebb lett volna egy kicsit máshogy formázza a szöveget, úgy talán. Viszont ami inkább megtévesztő volt, hogy nem egyszerre írta ki a két lehetőséget, hanem ugye két külön gomb aktiválta, ezért nekem az az érzésem volt, hogy én azt most mondom. Valójában pedig csak ugye fölkínálja a válasz lehetőséget. Igen, szóval annyi kellett volna, hogy egyszerre kiírni őket. Na de haladjunk sorban. Szóval egyenesen mentem az arénába. Valami fura lépcső tetejére teleportálunk. Van itt egy spawn point, meg egy láda felszereléssel. Nekem nem kell felszerelés, elég felszerelt vagyok. Eligazítás. Ha nyertél, az ellenfeled csontjait dobd el a másik szobában lévő kukába, és visszajutsz a faluban. Fú, de morbid. Feladat. Ez a falu arénája. Itt kell megküzdened a csonttörővel, aki egy mutáns csontváz. Így már nem annyira morbid. Mondjuk akkor is kukába. Van még itt egy nyomólap, ami könnyű nehézséget állít be. Most komolyan ezen múlik, hogy megjelenik a szörny, vagy sem. Kicsit az az érzésem van végig, mintha a készítő nem tudná, hogy lehet egyszerre több command blokkot aktiválni. Csak egy kis reston kell hozzá. Utána egy tábla, lóval harcolj, ne szállj le róla.
Van még egy nyomólap, indítás. Én becsületesen felszálltam a lóra és aktiváltam a nyomólapot, de láttátok, hogy előtte is rajta állt a ló, szóval... Hát így most két csontörő van. Az életveszélyes küzdelemben 4 csontot sikerült szerezni. Most már leszállhatsz a lóról. A kukák, dobd a kékbe. 2 darab kuka van, egy kék és egy narancssárga. Én nagyon-nagyon kíváncsi voltam, hogy vajon mi történik, ha a narancssárgába dobom. Úgyhogy kipróbáltam. Visszakerültem a faluba. Vissza Jancsi bácsihoz, lássuk mit mond erre. Te aztán erős legény vagy. Bebizonyítottad, hogy te vagy a legerősebb a környéken. Megkaptad a bátorság erényt. El ne felejtsd, hogy megkaptad. Tudom, már öregek vagytok, és azért figyelmeztettek folyton, hogy ne felejtsem el, de én még egy fiatal lovag vagyok, meg tudom jegyezni. Menjünk tovább, most következik Ervin bácsi, őt már tudjuk, hol lakik. Jó napot, ifjú kaland, ifjú, ifjú, annál ifjú, úristen, ifjú. Pedig az elején le tudta írni. Jó napot, ifjú kalandor! Itt az lenne a feladatod, hogy védelmezd meg az egyházat, mert támadás alatt áll. Menj el az egyházi templomba és védd meg! Nyomás az egyházi templomba, ami ugye nem az utca végén lévő kőház, hanem egy csicsásabb téglaépület. Útközben találtam egy játszóteret, ahol eléggé nagyra nőtt gyerekek játszottak. Hát én is bementem egy kicsit játszani. Volt ott gigantikus hinta, kockás parkúr, rudas parkúr. Ha kell a láda, ugorj fel. És hopp, felugrottam. A ládában volt egy tojás, meg egy sok csont. Egy sok csont. Nyomás a templomhoz. Egész csini szerintem. Táblák. Bocsi, a csúnya a templom. Nem, az a csúnya, hogy ezt kiírtad. Ez nem csinál semmit, és 2 nyomólap van előttem. A másik oldalra meg az van írva, hogy átváltja a nehézséget. Pápa és a hívők mondják, segítség, megtámadtak minket. Az udvarban 2 gomb a földön, egy kezdés és egy nyom meg mind a kettőt. Nyom meg mind a kettővel kezdtem, megidézett egy csontit. No, hát lezúztam. Utána pedig a kezdés egy zombit idézett meg. Azt is lezúztam. Ha kész vagy, menj be és beszélj a pappal. Odabent van pár hívő, hümmögnek, átcsorognak, meg fogocskáznak. Fölmásztam egy erkélyre, és ott várt a pápa. Hát, ő lenne a pap? Oké. És fantasztikusan olvashatatlan betűszínnel mondja nekünk azt, hogy köszönjük, hogy megmentettél minket. Megkaptad a védd meg az egyházat erényt. Megvan az összes erény, ez az. Gratulálok, menj el a várba Arthur királyhoz. Ne használjatok sötét betűket. A vár előtt azért még benéztem Ervin bácsihoz, ugye ott van nála a feladat után nyomólap. Te egy igazi hős vagy, köszönjük, hogy megmentetted az egyházat. Megkaptad a védelmezd az egyházat erényt, jegyezd meg. Király, 2-szer is megkaptam. Oké, nyomás a várba. Kicsit hosszú az út, de legalább ki van építve. Itt vár minket egy lépre áll nyomólap. Először a jobb oldalon lévő toronyba menj, nézz körül, aztán menj a bal oldalon lévőbe. A jobb oldalon lévő toronyban van egy páncélterem, egy bocsánatkérés, nem tudom minek, fölötte egy étkezde, aztán a tetőn még egy üzenet, senki nem mondta, hogy gyere fel, de a kilátás jó. Szóval igazából ebben a toronyban nincsen semmi fontos, csak azért küldött ide, hogy gyönyörködjünk a látványban, meg ugye van itt pár üzenet, az a gondom egy kicsit ezekkel a készítő üzen a játékosnak dologgal, hogy kizökkentenek a hangulatból. A baloldali toronyban pedig parkour. Tip, fuss. Köszi, de profi vagyok, hibátlanul te... Hoppácska, nem láttatok semmit. A végén tábla, gratulálok, feljutottál. A király pedig itt vár minket arany trónján. Hát erős volt a kísértés, hogy megpróbáljam levenni a fejét, de megálltam. Az eddigiek alapján valószínűleg úgy se állította be, hogy ne lehessen. Táblán üzen nekünk, megcsináltad az összes feladatot?
Itt is ugyanaz a helyzet, mint korábban, meg kell nyomni mindkét gombot, amíg kiírják a válaszlehetőséget, és utána azokra kell kattintani. Hát ugye, mint mondtam, nem esett ez nekem le, úgyhogy csak az egyiket nyomtam be, amelyikre gondoltam, hogy igen, hát és egyébként eltaláltam. A baloldali ládában egyébként van könyv, ami leírja, hogy így kell csinálni, de hát mondom, valahogy nem esett le, na hát este volt. Arthur király kérdése után nyom meg a gombokat, és kattints arra a válaszra, amit te mindanál. A jobboldali ládában van hatalomíja, lovagok fejfedője, lovagi atomibertáp melvért. Lovagi atomibertáp melvért. Mondjuk nem valami sok enchant van rajta. Aztán csőnadrág, hát nem tudtam, hogy ilyet hordanak a lovagok. Aztán lovagi átlagos márkájú cipő. A tróntól jobbra van még egy lépcső, menj fel, lesz még valami jutalom a lovagságért. Fent van egy paripa, meg három tábla, köszönöm, hogy kivitted a pályám, grat, hogy lovag lettél, jutalom a ládában. A ládában van szívvalakban elrendezett pálinka, teszted le a csirkén tojás, meg teszted le a malacon tojás, és egy atom übertáp sétapálca. Atomübertáp sétapálca. Mondjuk ez inkább aranyozott atomübertáp sétapálcának tűnik. Aranyozott atomübertáp sétapálca. Ahogy a készítő írta, kipróbáltam a csirkén a pálinkát. Na jó, azért a sétapálcát is kipróbáltam. A malacon is kipróbáltam, viszont az nem halt meg azonnal. Tehát ez egy hamisítvány. Nézzük a mérleget. A történet érdekes volt. A díszítés is tetszett, nekem főleg a lakóházak tetszettek meg az egyházi templom. Leszámítva egy-két ilyen készítői üzenetet, szerintem hangulatos volt. Negatívumok, sablon feladatok, aki hogy volt rájuk magyarázat, tehát még mindig jobb, mint hogyha pusztába lett volna egy labirintus, így ok nélkül, és így végig kellett volna rajta menni, de akkor is csak mob kísérgetés, meg harc. Jobb lett volna valami egyedi. Aztán, ami nagyon nem tetszett, ez a nyomólapos megoldás, hogy a beszélgetéseket, meg hát úgy körülbelül mindent nyomólapokkal lehetett aktiválni. Szerintem a gomb jobb, azt már kifejtettem, hogy miért. Tehát ez volt Fannix pályája, Sir Csabusa, a kézikönyv óvjon.